Ebben a kísérletben emberi vért és békavért fogok összehasonlítani fénymikroszkóp segítségével. Ehhez a kísérlethez készkészítményeket fogok használni. Itt láthatóak. Először a kecskebéka vörös vérsejtjeit, vérkészítményét tartalmazó keretet helyezem be a fénymikroszkóba. Ezután megvizsgálom. A mikroszkópos gyakorlatnál először mindig a legkisebb nagyítást használjuk. Fontos a vizsgálat során, hogy azért, hogy az emberi vér és a békavér összehasonlítható legyen, ezért mindig azonos nagyítást használjunk. Láthatjuk, hogy a békavérben a vörös vérsejtek éretteni sejtmagot tartalmaznak, és ovális alakúak. Ezután vizsgáljuk meg ezt a kettős festéssel készült készítmény emberi vér esetén. Az egyik legszembetűnőbb különbség, hogy az ember vörös vérsejtjei nem tartalmaznak sejtmagot, és kisebbek, mint a béka vörös vérsejtjei. Mivel a vörös vértesteknek nincs sejtmagja, ezért láthatok középen a bemélyedés. Tehát itt láthatunk ilyen fák alakhoz hasonló vörös vértesteket. Ezzel szemben hangsúlyozni kell, hogy a béka vörös vérsejtjei még éretten is tartalmaznak sejtmagot. A vörös vértestek száma ember esetében körülbelül 4-5 millió 1 köbmilliméter vérben. Ezek a sejtek a vörös csontvelőben keletkeznek, 4-5 napig érnek meg, közben pedig elveszítik a sejtmagjukat, hemoglobinnal telítődnek, ezért vörös a színük. A keneten legnagyobb számban vörös vértesteket láthatunk, 1-2 fehér vérsejtet is megfigyelhetünk, például itt, és itt láthatunk 1-1 granulocitát. Ezek száma 5-8 ezer darab 1 köbmilliméter vérben. A vérlemezkék mérete 2-5 mikrométer, és a számuk pedig 150-300 ezer 1 köbmilliméter vérben. Ezek a vérlemezkék nem sejtek, csak sejtöredékek. A vörös vértestek egyes fejlődési szakaszaiból származnak, és a véralvadáshoz szükséges fehérjék egy részét tartalmazzák.